12 méter magasra csaptak fel a lángok július elején, amikor egy 1000 négyzetméteres mezőgazdasági tároló égett bátaszéken a benne lévő közel 500 körbálával. Riasztották a bátaszéki tűzoltókat, akik perceken belül kiértek a helyszínre. A legfontosabb volt, hogy minél hamarabb körülhatároljuk ezt a tüzet, hiszen itt azért elektromos vezetékek találhatók, illetve egy siló, ami tele van még, ha jól tudom, gabonával, illetve az épület hátsó részén egy szintén deszkából készült mezőgazdasági épület van, és ezeket természetesen meg kell akadályoznunk, hogy a tűz tovább terjedjen. A kiérkező egységek, ugye bátaszék 1-es, illetve bátaszék 5-szer érkezett elsősorban a helyszínre, aztán pedig Szekszárd 1-es, Szekszárd 2-es, illetve Szekszárd vízszállító, és így 5 vízsugárral gyakorlatilag körül tudtuk határolni, úgyhogy a tűz ne terjedjen tovább. De egészen pontosan csütörtökön délután 3-ra tudtuk ezt a tüzet megfékezni, illetve teljes mértékben lefeketíteni, majd aztán eloltani. Nagy valószínűség szerint öngyulladás történhetett. A báláknál mindig oda kell figyelni, hogy hány százalék nedvességtartalom alatt történik a bálázás, illetve a szabályos tárolásra. Biztosan megállapítani nem tudjuk, hogy esetleg egy idegenkezűség volt, hogy felgyújtották, vagy öngyulladás volt. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is jelen volt a helyszínen, viszont a tűzvizsgálati folyamatot nem tudták lefolytatni, hiszen addigra, mire ők már kiértek, addigra erőgéppel, illetve kézi erővel a bálákat, azokat széthúztuk. A közel 500 kilós körbálákban élősködő mikroorganizmusok hőt termelnek, a nedvesség hatására pedig elszaporodnak, így egyre többen, egyre nagyobb hőmérsékletet generálnak a bálák belsejében. Közel 250 bála semmisült meg a tűzben, de a mezőgazdasági dolgozók erőgépeiknek köszönhetően az épület másik felében lévő, szintén körülbelül 250 bálát sikerült megmenteni. A tüzet több mint 16 óra alatt oltották el. Eddig a szabadtéri tüzek száma az több mint 10 fölött jár itt a környéken. Az utóbbi időszak kereseményeit a viharkárok tették, ugye a jég, illetve a nagy széllel járó viharkárok, de ez mindenképpen szignifikánsan több, mint a tavalyi évben. Én azt gondolom, hogy nagyon gyakran a szabadtéri tüzeket azok az emberi gondotlanság okozza. Érdemes mindig az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság vagy a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság honlapján megtekinteni, hogy éppen aktuálisan hol van tűzgyújtási tilalom. És tekintettel arra, hogy ilyen szélsőséges időjárás van most jelen pillanatban, és több napon keresztül hőségriadó, mindenképpen még a kijelölt tűzrakó helyeken is a tűzgyújtása az tilos. Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy magára hagynak ilyen jellegű tüzeket, vagy esetlegesen az emberi gondotlanságból, akár egy cigarettacsikkel is óriási területek, nádasok, illetve hektárok tudnak leégni. Tehát én mindenképpen arra sarkalnék mindenkit, hogy amikor tűzgyújtási tilalom van, akkor valóban ne égessünk és ne rakjunk tüzet. Mindenképpen magát a tűzrakó helyet az gondosan kell megválasztani, illetve kialakítani. A környéke lehetőség szerint éghető anyag, benzin, hidraulikaolaj, ezek semmi szín alatt ne legyenek ott, illetve mondjuk vegyünk egy egyszerű grillezést, ahol ilyen különböző grillgyújtó folyadékokkal szokták a faszenet meggyújtani, ezt is lehetőség szerint a tűz közeléből el kell vinni, illetve már akár egy egyszerű bográcsozásnál is, vagy egy slaggal oda készülni, vagy valamilyen oltóvizet odavinni, hogyha ne adj Isten baj lenne, vagy esetleg a száraz aljnövényzet lángra kapna, akkor ezt meg tudjuk fékezni. Emellett a tűzoltó parancsnok felhívta a figyelmet arra is, hogyan lehetne megakadályozni az egyéb aratást érintő tűzeseteket. Az aratási szezon vége felé, ahogy közeledünk, az a tapasztalatunk, hogy ezeket a mezőgazdasági bálázógépeket, illetve a traktorokat, azokat kevésbé tartják karban a tulajdonosok. Tele vannak már ilyenkor maradék szálas anyaggal, és nagyon gyakran a szervizeléssel nem foglalkoznak, vagyis hogyha a hidraulikaolaj esetleg folyik ezekből a készülékekből, az gond nélkül meg tudja gyújtani magát a bálázót, és innentől kezdve a tűz tovább terjedése az megállíthatatlan. Tűzoltói erők bevonására lesz szükség. Én azt javasolnám mindenkinek, aki esetleg bálát raktároz, hogy a megfelelő szellőztetésre mindenképpen
figyeljünk oda, illetve folyamatosan mérjük ezeknek a báráknak a hőmérsékletét, és hogyha 40-45 Celsius fok fölé kúszna ez a hőmérséklet, akkor viszont gondolni kell arra, hogy egy kicsikét szét kell rakni a bálákat. Illetve még amivel találkozni szoktunk, az mezőgazdasági gép mögé rakott bálázó, hogyha nehogy Isten ez kigyulladna, akkor esélytelen kültéren ezt porraloltóval eloltani. Ezek a 6, illetve 12 kilós porraloltók nem alkalmasak erre. Érdemes akkor lecsatolni magát a bálázót és a traktorral minél messzebbre menni és értesíteni a tűzoltóságot. Bár a következő napokban enyhül az időjárás, azért érdemes szem előtt tartani ezeket az intelmeket és megelőzni a bajt.